Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Na, sziasztok srácok! Itt vagyunk a következő Will Spin párbajunkban Patrickkel, ahogy halltátok. És én már kaptam is egy autót, ennyi volt. Ford Capri RS 3100. Jó az neked, jó a Dodge Viper GT-s. Ezt nézzük meg. Hát, hogyha... Nem nagyon azt hittem, azt kaptad már, te jó Isten. Nem. Ford Capri RS 3100. Ez még akár jó is lehet. Patrik, ugyanazzal megyünk. Ugyanazzal? Szerintem igen. Azt mondjuk, te abban olyan még nem volt. Olyan még nem volt, srácok. Ez brutál. Ez tök brutál. A 783. Oké, nekem is ugyanaz. Na, fullos, fullos. Srácok, én ilyet még nem láttam egyébként, hogy ugyanaz az autó. Na igen. Most aztán tényleg csak a skillek fognak dönteni. Nem az autó, hogy top speed meg a tököm. Nagyon komoly lesz. És nem kell figyelni arra se, hogy milyen pályára menjünk. Én lehet, hogy kipróbálom az a kocsit, hogy mindjárt kint az utcán. Real quick. Én is így megyek vele egy kicsit, de hát nem olyan gyors. Nem, mondod, hogy ez nagyon klasszik a belseje. Azt a rohadt érde. Fú, ne, hát ez nem olyan gyors, de ennyi túl. Úristen, de lassú. Hát mondjuk azt, hogy ilyen 150 a top speed talán. Tehát, atya, úristen. Amúgy nagyon jól néz ki, nekem tetszik. Kívülről a kocsi. Hú, Patrik, ez... Hűha, hallod, mint egy bódé, hallod, úgy nem lehet, hogy bele kellett volna ebbe rakni egy V8-at. Jó ez! De jó az, ja, mert akkor meg teljesen használhatatlan lenne az autó. Síí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 í Ugyanaz az autó van, srácok, igen. Brutál. Én ezt még nem tudok magamhoz. Rainforest Cross Country. Tehát, hogy Cross Country-t nyomunk, és látjátok, ott ugyanaz az autó, ugyanazok az értékekkel, srácok, patika. Nagyon fullos. Kíváncsi leszek, Patrik. Én is. Hát ez durva. Ez tényleg én beszarok amúgy. Én itt behugyozok. Na de, let's get into it. Kíváncsi, hogy a thumbnailről valaki rájött azt a rohadt. A thumbnailről rájött valaki, arra ugyanaz az autóról van szó. Mert ugye én ezeket tudok satírozni. Kigyorsítás. Atya úristen, hova megyünk, Patrik? Jézusom! Hadd a lengés csapító az halott! Erre való. Mi ez itt? Ez egy légrugós autó szerintem, vagy valami hasonló? Valami, aha, az egy checkpoint miss volt nekem valószínűleg. Ó, Istenem. Jézusom, hogy viszi a seggét! Majd figyelj, itt ugratásra. Keresztbe állt, keresztbe ugrottam, ennyi. Jó, hát ez nekem már bukta kapásba. Jön érted a mentő, Isti. Hallom, hallom, nekem ez igen. Bukta már most. Nem baj. Hát nehogy azt hitt, hogy ez bukta. Nehogy azt hitt, de tényleg. Hát figyelj, nekem úgy viszi a seggét, hogy belehalok. Nekem amúgy. Is. Nekem is. Ne rohadt földön. Vissza. Pályára. Hú, ugrattam azt így, csak persze, hogy megint keresztbe repült az autó. Imádom amúgy ezt. Ajajaj. Egy kör teljesítve a háromból, majdnem. Atya úristen. Úristenem, 140-nel megyek is. És te az előbb már bementél a célba, én még hallod, majd mindjárt mondom, mikor jegyek be a célba. Most értem be a célba. Jó, én. Jó, mindjárt itt vagy, fának mentem és 48-a. Jaj, de miért viszont? De mi ez a tumultus itt, csezd meg? Baszki, hát elmehettem volna melletted probléma nélkül, azt itt összegyumbolyosodunk. Azért, mert én tartottam fel akaratomon kívül mindenki. Jaj, értem. De Hungárián a... Oh! Nem, hát én csak... Oh! Itt álltam keresztbe az előbb. Jaj, itt a tóba, baszki! Jó! Folyó az itt amúgy. Itt vagy te mögötted? Itt folyó. Vagyok én, sutypurákba! Uha! Patrik, jó ez, jó lesz ez a verseny végül mégiscsak. Még van egy kör! Igen. Ó, jaj, most jaj, bocs, kicsit megtoltalak. Aha, még egyszer, bocs, így nem akarom. Ne, baszd meg, miért tollak? Nem toltál. Jó, én viszont láttam, hogy toltalak. És ilyenkor mi számítja ki, de mi alapján van az, hogy te látod, én nem is értem ezt amúgy, na mindegy. Ping az csá. Srácok, utolsó kört kezdjük meg. Most tényleg azon múlik, hogy ki érzi jobban az autót meg a pályát. Ki fog kibázni ebben az egy körbe. Igen. Nagyot. Próbálom. Idegőrlő! Azaz. Jaj! Jó, még nem volt olyan hatalmas nagy hiba, István elment mellettem! Nem számít, tesó, nem számít semmit. Nem merem kigyorsítani egyből, mert elmegy. Én meg itt fékezek. Jézus, Patrik, milyen fej mellett, megőrülök amúgy. Belementem messze. Ne dobd a seggét! Nekem eldobtam! Ne dobd a seggét, te szar! Na! Kettesben nem merem visszarakni. Gyere. Hol vagy? Itt vagy mögöttem, te szar! Mónika! Baszki! A váltás... Azt a kurva! Nem hiszem el!
fél autónyira voltál, egy fél autó. Mi a különbség? Nincs idő, köszönjük szépen, miért is lenne? Persze, hogy nincs. Atya! Arra a téletben. Srácok, megőrülök. Jézusom, Patrik! Na, hát akkor srácok, nézzük a következő versenyt. Ez nincs eldőlve, jó? Tehát, hogy... nincsen, azt a rohadt életbe. Fú, de jó, hogy az az autó. Jöjjön a következő. Yeah. Na srácok, Grand High Speed Sprint a következő versenyünk, nedves útburkolaton, aszfalton. Hát tehát ez most gyönyörű. Ez most nem, igen. High speed, előről. Mennyire nincsen high speed? Persze, hogy nincsen, tehát hogy Ford Capri és high speed az nem lehet egy lapon emlegetni, jó? Tehát hogy ezt azért így hangsúlyoznám. Jó, tehát hogy Svájcba, Kölnbe, ugye? Na, tehát akkor a következő versenyünk. Hogy csinálod ezt a videót? Na, húha! Gyerünk, Patrik! Hallod már, kigyorsításnál vitt a seggét. Neked ugyanaz az autónk, Patrik, tudom? Nos, nagyon fura helyzet áll fel, amikor nem kell beszélnünk az autónk, mert tudjuk jó, hogy igen. Mi a baj vele, mi a jó vele. Amúgy értek, aha! Tök lehet téged a picsába. Anyádat! Nem nagyon problémát ott rajta, hogy téged lelök jön. Nem, baszki! Jaj! Jézusom, jó! Jaj! Te neked fekete? Ne, én átfújtam persze. Nagyon jól néz ki feketén szerintem. Ilyen mafiózó autó. Azaz. Aha. Hú. Aztán szépen csak... megoldottam. Az megvolt, nem baj. Ijjaj. Jaj, viszi a segét, jó? Persze, hogy... Neked is láttam. Kaptad azért. Aha, itt, jó. Tehát, ez annyira lazán, hogy ilyen miniatűrökbe kell irányítani ezt az autót, mert... Egy rossz mozdulat, 238, azért figyelj jól. Megy az azért. Aha, ez a Dodge, ez nagyon jó, azt imádom, hogy ez itt van. Jézusom, Patrik! 34%, aha. Most jaj! Utálod, és jön a bone shaker itt nagyba. I feel sus. Patrik, ez kurva jó. Jaj, bocs! Nem bírok elmenni! Na most téged tart föl, hál' Isten! Jézusom, de lassított minden! Ez milyen jó drift autó lenne amúgy? Igen. Fajtos légrugóival. Azaz. Egy biztos hülyeséget mondok, de kajak olyan, mint a légrugó. Ilyen, tudod, az a régi merci. Igen. Ilyen. Dinnyés merci, igen. Dinnyés Berga! Alapból nagyon jó. Tehát, hogy nem pikázni akar. Hello! Aha. Hello, mi? Srácok, tetszik az autó egyébként, de néha meglep. Innentől kezdve így nem... Nincs esély, mert ezzel nem lehet utolérni. De so, simán elbaszom, tudod te is jól. És megverem a Chryslert, vagy mi ez? Nem tudod ez a világról semmit. Hoppá, egyesbe is raktam, hátra igényli. Patrik, összeáll, itt vagy már második helyen. Itt vagyok mögötted, csak... Meg lesz az még, itt ez simán eldobom itt ebbe a kanyarba, nem? Aj, nekem váltottam. Ment ki a seggel, nekem ment ki a seggel, a rohadt életbe. Jaj, de utálom ezt. Cadillac az, nem Chrysler, ja. Majd kapom a savat megint. Persze. Na ez csúfos volt. Nem, jó az még. Nem, az a baj, hogy innentől kezdve már nem, nincs opcióm utolérni. Igen, vágom, igen, nem egyszerű, mert tényleg ugyanaz autóval. Jössze azért, látom. Én olyan olcsóan megyek. Jó, tehát azt tegyük hozzá, hogy én fékezek olyan kis, amikor nem kéne. Te meg valószínűleg nem. Próbálom megtartani ezt a... Hármas bogyorsultam ki, kettesből kellett volna. Jó, nem számít. Hittem meg is. Nincs sok megint a rohadt életben. Basszus. Szép volt, Isti, szép volt. Hát köszönöm, igyekeztem, de azt a... Nagyon jó versenyeket játszunk, Patrik, úgyhogy ugyanaz autóval kell menni. Igen. Az igen. Úgy eldőlt. Fú, basszus, jó volt. Egyelőre alázó. Hát azért csináljunk egy harmadik versenyt azért. Persze, megnézzük mindenféleképpen. Nagyon jó, egyébként nekem tetszik az autó, néha meglep. Néha van egy ilyen kis huncutságai. Hoho, de most nem úgy megyek, ahogy te akarod, te szar. Utolsó versenyt, akkor nézzük meg. Igazából nem szoroz ezt a
videót ezt megnyertem, de azért egy becsület győzelem még a Dukánosziknak. Viszont most nedves útfeleten, Patrik, te dobni fogja segíteni az Atom. A Capri. Jézusom, de rossz elindulásom volt ez. Igen? Próbálok lekövetni, igen. Persze nem tudok elmenni. Uff, hoppá, üzé, vasútjátjáró 30-al mentél át rajta? És okay. Nem előztem senkit. Azaz, tilos. Jézusom, mit... Jaj, Patrik, baszki. Már megint mibe sodortad magad? Hát ez nem tudom, mi volt. Ebben a játékban sokszor feljövő kérdés tud lenni, ahogy mindenkinek szerintem. Igen. Megint mi a szart művelek? Basszus, az autó jobban megy, nedves útfeleten rohadjak meg. Tényleg? Aha, én nagyon érzem most a kocsit, mindjárt első hely. Én nagyon nem érzem, én nem érzed? Dobja a segélyt, mint a kucsa. Dobja. Checkpoint nézd. Azaz, checkpoint. Fúnakinak az elég undorít utolsó verseny. De nem baj, mert úristen is, amire visszadobta, Jézusom. Tudom. Meg hát szépen hármasba berakni neked a váltót. Mi a szar volt ez? Baszki, hát ugye vitt a segít egyenesbe, hallod? Azt majdnem levitt a völgybe. Jézusom. Hát én nem szerettem meg ezt az autót, az az nem igazság. Szeretted? Én egészen szívemhez nőtt. Nem azért, mert nem nyertem egyébként, hanem... Tudom, a irányítás ügyileg, hogy nem érzed annyira. Nekem ilyen kis rakoncátlan, de úgy nekem még olyan vállalhatóan rakoncátlan. Így, aha, mondom ezt, amikor nekibaszom a falnak izomból. Szóval, hogy úgy olyan, hogy is mondjam neked, olyan tipikus olyan autó, hogy oké, ezzel a motorral még azt mondom, hogy rendben, de... Beraknánk egy V8-at, akkor hello, tehát ott vége lenne a dolog világnak szerintem körülbelül. Drift autónak egyébként szerintem hibátlan srácok, szóval hogyha driftelni akartok, és kerestek egy autót, ami mondjuk nem egy... mit tudom, hogy mikkel szoktak driftelni egyébként. Tehát mi az, mit tudom, ami Nissan 350Z meg hasonlóak. És kerestek egy echte drift autót, akár egy 3-as BMW-k ugye, meg mit tudom én. Akkor én ezt, hogy próbálgátok meg ezt a Caprit. Tényleg raktok bele egy nagyobb motrot. Igen, szerintem hűtőgépről a motrot. Igen. Sport, futómű, a szavasztok. Abszolút. Jó, úgyhogy... is felkeményített. Izé, aztán lehet ezzel veretni, mert lehet, én gyakorlatilag végig driftelem az egészet, úgyhogy hogy nem akarom. Én egész jól érzem tényleg a végére. Nem akarok itt most nagy képviskölni, de tök jól terelgettem, nem tudom miért. Előző versenyeken nem voltam ezzel ennyire magabiztos. Mondjuk most azért is, mert senki nincs előttem, meg körülöttem. Így azért fokkal könnyebb amúgy versenyezni, rájöttem. Tehát, hogy annyira föl tudnak tartani, hogy beszarsz. Így azért jó időt lehet autózni. Jó. Jézus, hogyha úristenem, nekem nem. Nem annyira. Nekem ezzel ellentétben, figyelj, nem érek utol senkit. Tehát, hogy így olyan magam versenyét játszom, mint a picsa. Ez egy nagyon csúfos 3-0-ás vereség. Talán ez volt a legrosszabb eddig. Eredmény szempontjából neked lehet, viszont az első két versenyt azért azt nem szabad lebecsülni, mert borzasztó párbaj volt. Ja, hát jó, persze. Tehát iszonyatos, intenz párbaj volt az első kettő. Sajnos az eredmény az így alakult Patriknak. Viszont reméljük, hogy tetszett, hogy a Wheelspin párbaj szeretnék látni, mindenképpen nyerti meg kommentben nekem is és Patriknak is. Illetve egy like-al is tudjátok ezt mind jelezni. Így van. Jók legyetek, szevasztok! Így van, szevasztok, jöhet az out! Ró! Remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey. 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 Hey.